Köszöntöm Sutus Józsefet, a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetének elnökét, akit annak kapcsán hívtam föl, hogy Skopje nemrég Petőfi szobrot kapott. Hogyan került a szobor a macedón fővárosba? Jó estét, és szeretettel üdvözöljük az Újvidéki Rádió és Televízió közönségét. Ez a szobor egy picit meglepő módon került ide Skopjéba, habár van egy komoly előzménye. Névleg Skopjéban az 1963-as földrengést követően egy utcát neveztek el Petőfi Sándorról, annak hálájául, hogy a magyar állam volt akkor a 8. legnagyobb adományozó a város felújításában. A Macedóniai Magyarok Teleház szervezete 2012-ben egy kéréssel fordult a helyi önkormányzat vezetőjéhez, polgármesteréhez, hogy mi lenne, hogyha ennek az utca sarkán egy Petőfi emléktáblát állítanánk közösen, azzal a céllal, hogy a helyi emberek, akik már ugye elszakadtak Jugoszláviától, és nem tanulják azt a történelmet, azt a részét, amit mi valamikor tanultunk, tudják, hogy ki volt a Petőfi Sándor. És örömünkre a polgármester úr elfogadta, és ettől kezdve elindult egy együttműködési folyamat, amely során már 12 éve, minden év március 15-én közösen a polgármesteri hivatallal és nagykövetséggel megkoszorúztuk Petőfi Sándor emléktábláját ott az utca sarkán. Tavaly minden évben szoktunk találkozni a polgármester úrral, a nagykövetség képviselővel, általában a nagykövet úr és én, hogy megbeszéljük ezt az együttműködést, és próbáljuk továbbvinni minden évben. Tavaly felhoztuk a Petőfi emlékévet, és polgármester azt mondta, hogy mi lenne, hogyha egy kis teret építenénk, és alakítanánk ki, és erre egy szobrot helyeznénk el. Mi nagyon megörültünk neki, de valahogy a csillagok nem úgy jöttek, nem úgy álltak össze, hogy mi szerettük volna, és tavaly nem lett ebből végül semmi. Az idén, februárban ismét nagykövet úrral elmentünk a polgármester úrhoz, és én felvettem a kérdést, akkor állja még az a tavalyi felkínálás, hogy próbáljunk valamit csinálni. Azt mondja, persze, természetesen. És ettől kezdve úgy döntöttünk, hogy lesz, ami lesz, de a teret azt el fogjuk készíteni. Szerencsére találtunk együttműködő partnereket, a nagykövetséget elsősorban, de nagyon fontos az, hogy a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács mögénk állt, ezt követően mögénk állt megválasztott polgármestere, ez ugye magyarországi, és a Nemzetpolitikai Államtitkárság is. Úgyhogy egy ilyen közös vállalkozásban sikerült kiépíteni egy nagyon szép kis hangulatos teret, és erre a térre a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően kaptunk egy pontosan olyan szobrot, amelyből már hármat vagy négyet felállítottak Vajdaság szerte az emlékév alkalmában. Ami még van, Krusevóban is van egy emléktábla. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy ez minek az emlékét idézi. Igen, itt Macedóniában nagyon érdekes az, hogy szinte évről évre megdöbbentő dolgok kerülnek napvilágra, amelyeknek van valami magyar vonatkozása. 2014-ben egy könyvbemutatón az akkori nagykövet úrral, Bence Józseffel részt vettünk egy magyar, azt hiszem, hogy József Attila könyvének a macedón változatának kiadásán. És egy úr odajött hozzánk, és mondja, hát ti magyarok nagyon dicsekedtek azzal, hogy 1948-49-ben befogadtátok az égei polgárháború elől menekült macedónokat is, de azért nekünk is, mi is befogadtuk a te menekültjeiteket. Összenéztünk, és nem is tudtuk, miről van szó, és az úr elmondta, hogy 1956-ban, 57-ben az ő városában, a Krusevó városában volt egy menekült befogadó központ, ahol több mint 500 magyar menekült kapott ideiglenes elszállásolást, mindaddig, amíg nem vitték őket tovább valahova a nagyvilágba. Ezt követően úgy döntöttünk,
akkor már volt egy ösztöndíjasunk a Körösi Csoma Sándor program keretében. Az ösztöndíjason úgy döntöttünk, hogy először hallottuk ezt a hírt, lemegyünk és megnézzük Krosóban, hogy miről is van szó. Vittünk egy kamerát magunkkal, szerencsére találtunk több olyan embert, aki még igen korosak, de nagyon jól emlékeztek az 56-os eseményekre. Több mint 10 óra anyagot forgattunk, és ebből aztán felkértük a Macedon TV-t, hogy vágják össze, és csináljanak nekünk egy dokumentumfilmet. Szerencsénkre a televízió elvállalta, amikor elkészült, azonnal be is mutatták, műsorra tűzték. Annak a diáktábornak a tulajdonosával, aki most, mivel ez most magánkézben van, pedig sikerült megállapodni abban, hogy a diáktáborban, a tábor területén egy emléktáblát állítunk, amelyet pontosan sikerült a 60-as évfordulóra elkészíteni, és közösen a nagykövetséggel és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, úgy szintén a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács segítségével felállítottuk, és azóta minden évben ünnepeljük ezt az eseményt. Hány magyar van Szkopjében, illetve Macedóniában? Van erre vonatkozó adata? Ez a legnehezebb kérdés, amit fel szoktam nekem tenni, és mindenki felteszi. A dolog az, hogy e pillanatban Macedóniában nincs egyetlen egy tiszta magyar házasság sem. De nem csak e pillanatban, hanem nagyon hosszú időre visszamenően. Tehát a magyarok az utóbbi 70-80 évben egyenként kerültek valahogy ide le Macedóniába, beilleszkedtek az itteni környezetbe, családokat alapítottak, amelyek ugye vegyes házasságra vonatkoznak, és ezekből a családokból, tehát most már a Teleház tagsága jóformán a negyedik generációig vissza lehet vezetni. Ezért nagyon nehéz elmondani, hogy most hány ember vagy a tisztán magát magyarnak, és mi nem is nevezhetjük el az embereket, hogyha nem úgy gondolják. De viszont ezért úgy döntöttünk, hogy a Teleházban nem személyenként, hanem családonként tagosodunk. Tehát Sutus József és családja. Vagy Popovszky Olivér és családja. És akkor ez alapján minden évben felújítjuk a taglistát, és ez a taglistára minden évben 55 és 60 család között tagosodik be. Tehát mondhatjuk azt, hogy 200-an felüli a Teleház tagságának a száma. Nagyon sok és jó partnert találunk magunknak. Az említett projekteken kívül ugye a kiszalavodai térkiépítés és mellett Gazi Baba önkormányzattal Szkopjében hasonló kapcsolatot építettünk ki, ami arra is kiterjedt, hogy minden évben március 15-e alkalmából ezekben az önkormányzatokban kiírnak egy pályázatot az 1848-as forradalomra vonatkozó témákban, amelyekben a nagykövetséggel mi is részt veszünk, és ahová mi a nyerteseknek ugye a díjakat tudjuk biztosítani. Tehát voltak olyan témák, hogy Petőfi Sándor élete és munkássága, Kossuth Lajos élete és munkássága, a szerb korona története. Ezeket az irodalmi tevékenységet most az idén kibővítettük azzal, hogy most már rajzokat is készítenek a gyerekek ezekre a témákra. Tehát az együttműködés folyamatos, és minden évben felújul, ez nagyon fontos. Ez mellett a Krusevo együttműködésünk megint csak példa, szerintem példairányú azért, mert az önkormányzat elfogadott minket olyan formában, hogy a Krusevói köztársaság 10 napja, ez egy állapilag kiemelt rendezvénysorozat, amelyre külön törvényt hoztak Macedóniába, és ebben a sorozatban mi egy napot kaptunk besoroltak. De ez mellett például csináltunk ilyen úgynevezett roadshow-kat, tehát az volt a címe, hogy a macedóniai magyar közösség kulturális bemutatkozója. Bejártuk fél országot, vagy még lehet, hogy még többet is, ahol bemutattuk például van néhány amatőr festőnk, az ő műveiket,
megalakítottunk egy kis citerazenekart, citeráztunk is a vendégeknek, kiadtunk 2-3 könyvet, amelyekben felkutattuk azokat a vonatkozásokat, amelyek a magyar zene hatására jelentek meg itt Macedóniában, és magyar zenészekről, akik itt tevékenykedtek, akik nagyon sokat segítettek a Macedón Opera, Balett és Filharmónia megalakításában annak idején. Bemutattuk azt a 2 dokumentumfilmet, amelyeket itt a Macedón TV-vel közösen készítettük, az egyik az 56-os menekültekről, a másik pont ezekről a zenészekről, és a végén egy gasztronómiai bemutatót adtunk, vagy tartottunk a közönségnek, ami azt jelenti, hogy van 2 bográcsunk, 2 bogrács gulyást főztünk a vendégeknek, és a házi asszonyaink magyar süteményekkel kedveskedtek a közönségnek. Nagy volt a siker, a mai napig is még kérdőkörlünk. Nagyon szerteágazó a tevékenységük, ugye? Sutus Józsefnek köszönöm szépen, hogy több száz kilométer távolságból bekapcsolódott, részt vett a napjaink műsorban. És további jó munkát kívánok! Köszönöm szépen!